Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Dishonored harmadik része. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Bejöttük, hogy elkapjuk a főfelügyelő Campbellt, és megmentsük a Kallista nevezetű cselédnek a rokonát. Viszont azon gondolkodok, lehet, hogy előbb föl kéne szedegetni ezeket a rúnákat, és csak utána akcióba lépni? Na, fuck it, majd megcsináljuk utána. Na! Mentsünk egyet, és hát lássunk akkor munkához. Ez az. Ott van az egyik, azt már fel is szedjük. Oké. Gyorsan visszahúzunk ide. Elvileg egyszerre fognak bejönni a szobába, és meg lehetne cserélni a mérget a poharakba. De mi más módhoz folyamodunk. Gyorsan kell majd cselekednünk, az biztos. Már jönnek is. Nagyon jó. Mindjárt meglátjuk, hogy sikerül a tervem. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained. Time. I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I don't. Gosh. Okay. Egyszer. Kétszer. Nagyon jó. Na. Oh, oké, én úgy emlékeztem, ezt az ajtót be fogják zárni. De mégse. Na, elrejtettük a fölvigyázót. Viszont nálunk van az, akit ki kell menteni. És ott van a biztos hely, ahová ki lehet menteni. És itt most mentek egyet. És megpróbálunk szépen kilopózni angolosan. Az ablak nyitva áll számunkra, úgyhogy remélhetőleg nem fogják odafönt megtalálni a legfőbb felvigyázót. Ja. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Egyébként egy íjat mellé lőttem, ha jól láttam. Francba. Kicsit még mindig állíthatnék az egeremen. És az érzékenységén. Biztos hely, szerintem ott egyszerűen csak föl fog ébredni, aztán annyi lesz az egész, hogy ott már meg lesz menekülve. Nem tudom, nem lesz veszélybe, inkább úgy mondom. Barátocskáim. Na, ha elhúznátok innen. Na, megmentettük, aki kellett, már csak el kell intéznünk azt, aki kell. Nézzük, hogy a... Nem látsz, ugye? Léci. Ah, baszki. Millimétereken múlik, komolyan. Vissza tudjak teleportálni oda. Láncba. Az ott egy kaja. Lámpa? Most se. Hát ez kellemetlen. Jó, akkor viszont... Erre megyünk. Meglátjuk, hogy innen vissza tudunk-e császkálni. Jó. Hát ez szép. Nem is kellett volna lemásznom ugye. Hűha. Ajaj. Na, hol lakjuk szépen. Hát akkor menjünk be alulról.
ahonnan ugye először próbáltunk. Ember felvigyázó nem fog fölébredni, amíg nem keltik föl. Tehát... látszik hallottak. Elejtett apró. Viszont már észrevették, hogy eltűnt, mint azt halljátok. Már kiabálnak, hogy meg fognak találni. Hogy tudják, hogy itt vagyok. Tehát... mondhatnám, ilyet nem kell. De azért mégse. Számszeríjek tele vannak. Érett elő elixír a pincébe. Kicsit kikukkantunk, de úgy is láttuk volna, hogyha vannak itt, ugye a sötét látás miatt. A kennelekhez. Igen, vannak a felvigyázóknak ilyen kutyaszerű lényei. Aha, már keresnek. Megpróbálom keresztül menni a kenelekem. Do not let your keen eyes wander tonight, boy. There's room in that head about. Here's a good boy. Még mielőtt. Bár. Ej. Bármiféle zaj csapnának. Mint mondtam, nem kell spórolni előszerrel. Így is, úgy is lehet még találni és venni is, és még mindig van belőle a kettőcske. Húha! Kombinációs zár. Na, ehhez kell találnunk egy kombit. Oda bent van egy csomó cucc, ha jól látom. Belülről? Nem, nem. Maguk elértem, jól van. Ott van még néhány lóvéde. Annyira nem fontos. DEF. Melyik a melyik zár? Hoppácska, itt a kalandjuk. Nice. Megtalálták az egyik elkábítottat. Bazd meg. Akkor csicsikálj te is. Már csak egy lőszerünk van. Itt most már legalább mindenki biztonságban. Nem tudom, hogy látta meg. Lehet, hogy a kutyán látta meg? Itt alszik, ezt nem is lehet arrébbülni. De lehet. Cool. Na ezt meg még nem is próbáltam. Kutyuska, szépen ott marad. Hát lehet kúszni, mászni ezeken. Oké. Nem kéne, hogy a blökik észrevegyenek. Mert elég hangosan kezdenek elugatni. Ott is lóvé, ott is lóvé. Előbb láttam egy emberkét, de az most eltűnt. Kurva, hol válsz? Nem látom a kódot. Krematóriumot tettem a döglött kutyák alá, mert hogy senki sem fogja keresni. Tilalma kötetében találod majd az ajtó kódját. Hazugnyelv, kószapillantás, megtévedt elme. Hűha. Hazugnyelv, kószapillantás, hazug, kósza, megtévedt. Jó. Tilalma könyve. Azt kéne nekünk megkeresni. Na, ezt fel kell írnom, mert el fogom felejteni. Jézusom. Akkor elvileg megvan a... izébe felírva, logban. Main hall.
Na most már érdekel a tilalmak könyve. Bár szerintem azt nem fogom jelent megtalálni, úgyhogy menjünk csak fel szépen. Az a lényeg, hogy rúna nincs ott. Sem csontalizmán, és a többi az annyira nem fontos. Úgyhogy menjünk a legfőbb felvigyázó irodájába, remélem nem keltették fel az öreget. Hát nem mászkál a jel, úgyhogy szerintem még mindig ugyanott fekszik. Szépen, szépen. Ó, oh, Lucky Lucky. Rejtek szoba. Nice, mindig is akartam egy ilyet. Saját lakásomba. És egy szesemény. 300-ért. Micsoda kis bűnbarlang jön itt valakinek. Beltartok mindenütt. Altató veszük. Fehér szikra latin. A tilalmak könyve kell. Az időhajlítás lesz az, amit majd fel kell húznunk. Ezt el is mentem most hirtelen. Na, felmegyünk az öregért, megpecsételjük, ugye, hogy ne halálos módon bánjunk el vele. Oh shit. Oh shit. Hello. Sokan vagytok egy kicsit az én ízlésemnek. Látjátok, ezért jobb föntről megközelíteni a dolgokat, mert ha lent kezdünk el mahinálni, akkor igen, belefuthatunk egy kicsit túl sok őrbe. Van még itt valahol nekünk talizmán, amit föl kéne szedni, de nem, igazából csak Campbell-el kell elbánni. Ha meg tudnám állítani az időt, el tudnék húzni mellettük, úgyhogy észre sem vegyünk. Fölosolunk szépen. Jó lenne már az az erős kartalizmán, de nem hiszem, hogy meg fogom találni. Mindig az agresszív végjátszásoknál találtam meg, pedig ott pont nincs rá szükség. Oké, eszméletlen, jó. Azt hittem, hogy ő csattanni fog a feje. Na, de hogy találsz te meg engem? Itt is van a felvigyázó. Persze, persze, itt vagyok valahol. Csak azt hiszitek, hogy tudjátok, hol vagyok. Itt is van egy-két holmi, de igazából annyira nem fontos. Az pedig a térkép lesz, úgyhogy azt meg azért nem szedjük föl, mert már kívülről fogjuk, hogy hol kell vinni. Ott a kihallgató szoba széke, így van. Oda visszük a szirénát is, áthuzolozhatnánk, ott egy mana potion. Hát igazából nem öltünk meg még senkit, nem bántottunk senkit, egyszerűen csak megpecsételjük az ürgét, hogy árulónak bélyegezzék, és ennyi. Tiszta munka, vér nélkül. Erősek ezek a csillárok, ha elbírnak minket, mi? Elvileg ugrásról is át tudnék, de nem merem megkockáztatni. Hogy lepottyanjak. Hát, hogy vagyok itt? Csak azt hiszed, hogy itt vagy. Júj! Mm-hmm.
is bejön. Menj csak kézképpen ott, ahova jön. Na, szépen. Mutia pofil. Egyni. Campbell kiiktatva, mégis megkímélve. Így kell ezt csinálni. És most szépen lelétszerünk. Felszedtünk minden rúnát, felszedtünk minden rúnát. Nehéznek tűnik az elején a küldetés, de higgyétek el, annyira nem vészes. Köszöpot itt. Ezért még feltétlenül be kellett mennem. És van még egy kis lóvé. Azért már nem megyek vissza. Ja, tudom, az a szivaros doboz, még emlékszem is rá. Szépen elslisszolunk. Úgy látszik, fordított sorrendben is csinálhattuk volna. Először megpecsételjük a csókát, aztán pedig eljövünk erre. Whoopi! Oké. Okay. Hátsó udvar. Nice. Oh yeah. Két talizmán, egy rúna. Oh, hey ho. You expect preferential treatment just because you are her brother? She will burn. All witches must burn. Bertolt, don't let them take me. Azt nem hagyjuk. Nem hagyjuk, hogy itt rosszalkodjatok. You appeared as if from nowhere. We would both be dead if not for you. Bizonyám. We are forever in your debt. I cannot thank you enough. I must get my sister to safety. But first, I may know of a way to thank you. There's a safe in the bunker. Safe a szállóban. 203. Köszönöm szépen. Bye bye. Na, segítettünk itt a járókelőkön. El akarták őket kapni itt az emberek. Na még mielőtt... Oh, hát csodvar kap a kulcs. Mert bármi problém történik velük, eltesszük őket oda, ahova valók. Cool, mehetünk. Semmi esetre sem hagyjuk itt a csontalizmánokat meg a rúnákat. Jéj! Már is a tetőn vagyunk. Na, egy kis pászkál alul. Jó. Ott van bent az egyik talizmán, ott a másik, és ott a rúna. Jaj, kutyus. Kutyusokkal az a baj, hogyha túl közel megyek hozzájuk, kiszagolnak, ha pedig túl sokat mozgódok a környék közelükbe, akkor pedig meghallanak. Úgyhogy óvatosan kell mozogni a kutyákkal, a sétáló őrökkel.
közelében. Jól összeraktam ezt a mondatot három félből, mi? Oké. Volt a csapdátok. Ó, hello patekok. Patkányok. Na lássuk. Itt van a kis. Csatú. Szerencsés fordulat. Az vajon mire jó? Szerencsés fordulat. Nagyon ritkán maximum manát adnak a patik. Végül is. Miért is nem? Imádom ezt a láncos mechanikát a játékba. Na, szóval az egyik az megvan. Már csak a két rúna van. Vagy illetve még egy izének a rúna. És már is ott vagyunk, ahol Szemi bácsi vár ránk. Ezek a masinák egyébként, amik megzavarják az erők működését. Nice. Bármelyikor. Nézzétek csak, itt a kulcsa. Kulcs a köcsökbe. Ez pedig a valamelyik ajtónak itt a nyitója. De ez most jelenleg minket nem érdekel. Metafizika. Számszerű vesző. Renge csapda. Még egy kulcs, és pénz. Szépen felpakolunk mindent. Gránát. Már abból is tele vagyunk. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem megyünk ki. Inkább visszamászunk a tetőre és onnan folytatjuk az utat. A tetőn nem nagyon szoktak ellenfelek lenni. Úgyhogy azért is érdemesebb. Ha mégis találkozunk velük a tetőn, akkor pedig már könnyebb őket elintézni. Nincsen az utcán mindenkivel egyszerre fájtolni. Van még egy csontalizmán oda bent. Meg oda bent van egy szép valahol. Az mi lehet? Ah, kutyus, kutyus, mindenhol. Uh-oh. You're just feeling off. That's all. It's no use. I'm sick. It's blood. It's been days. You know what you have to do. Stop it. I'll give you my share of elixir. Nonsense. I don't want to bleed from the eyes and lose my mind. I don't want to spread the plague to anyone else. Don't fall for that. I'm asking you to do this because you've known me for so long. Can you do it? És most kivégzik. Yes. Itt dolszik a blöki. Innen is kijöhettünk volna, ez a benti épületnek a hosszabbítása. Leestünk. Hát menjünk vissza a legfőbb felvigyázó irodájába. Hú, mennyi minden van a tetőn. Én csak meg egy pillanat. Aha. Na, már pedig oda valahogy fölmegyünk. Hát de nem így. Lehet ott kéne körbe mászni. Oké, akkor körbe megyünk.
Kicsit lassabban halad ez most, mint gondoltam. Na. Remélhetőleg itt már nem botlunk akadályokba. Ott a szép. Hogy is volt kett? Ja, ez nem is. Számzal. Melyik a... Első tiralom. Akkor viszont a lenti épületek egyikéből lesz még szép. Na de melyikbe? Itt egy kutyus van. Valószínűleg az lesz az. Láthatom lesz ő, az mindig jól jön. És ahogy bejöttünk, úgy távozunk. Na most már tényleg mehetünk személyhez. Ott van még egy csontalizmán, azt útközben esik pont. És aztán elétszerünk. Nincs valami csendesebb módja, hogy bejussak. Hát nem kéne betörni minden áron ezt az ablakot. Úgy emlékszem, minthogyha... Patkányszag. Ez tudom mire való, ez az, hogy kisebb valószínűséggel fognak megtámadni engem a patik. De hát, mint látjátok, nem sok összetűzésem lett még eddig velük. Hello, Sammy. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? Bizony, I'm ready to go. Okay, let's go. És mindjárt megnézzük a statisztikákat, hogy mit találtunk és mit nem. Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt hagytam ott. Nice, nem öltünk meg senkit, viszont felfedeztek, megtalált, halottak vagy ájultak. Hát nem rejtettünk el mindenkit. De megvan minden talizmán, megvan minden runa, megvan minden szentély, megvan minden festmény. De hát durván egy ezrest ott hagytunk. Semmi gond. Miután megvannak a fejlesztések, utána tulajdonképpen már nem nagyon lesz szükségünk pénzre. Igazából csak föltankolni küldetések elején. És itt van Kallista is, már itt vár ránk a mólóba. Mólónál megköszönni, hogy mit tettünk, mert ugye megmentettük a kedves rokont. Ó, célba lőnek. He's alive. Thank you, Corvo, thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Nagyon örülök. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. Nice. Egy százassal beljebb vagyunk. Annyi beszélünk Havlokkal, csak... Hol van Piero? Hol vagy? Csá! Bizony, hogy tehetsz, barátom. Na nézzük, miket tudsz. Ugye felszettünk néhány tervrajzot, ami feloldott nekünk néhány fejlesztést. viszont itt igazából... Erre van szükségünk. És a többi az már teljesen másodlagos, hiszen nem túlságosan... keveredünk közelharcba, de azért tolok egy maszkoptikát, hogy tudjunk zoomolni egyet, meg talán tolok egy pengekeresztezést,
fejlesztünk egyet a Stukin, aztán lehet még fejleszteni a Stukin. Legyen mondjuk a pontosság az, az jó jön. Köszi. Jó. Amik kellenek a lopakodó játékunkhoz, fejlesztések, azok már most megvannak. Tehát innentől kezdve a többi az már minden csak mellékes igazából. Viszont úgy látom, hogy van még néhány cucc, amit itt be föl lehet szedni. Ja. Na. Dumáljunk akkor velük. You did it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our men of call. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. Oh. Sangosh. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily. Na, hát a következő küldi úgy látszik, hogy Emily megmentése lesz. Step out as the hero to further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Ez befejezhetnéd. Time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Jó, hát akkor lepihenünk. Szuper. Ezek az alvós szekciók, ezek mindig egy nagyobb mentést takarnak, tehát itt mindig változik valami kicsit a környezetben. Úgyhogy most érdemes körülnézni itt a bázisom. Mi a stájsz, hogy bekerültek-e új felszedhető cuccok. Oh yeah. Egy kis mellékküldetés. Hello, Corvo. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night. Moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you're asking me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Fostok lemenni a csatornába, mi? I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot. Jól néznek ki egyébként ezek a... Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Nagyon originál. Nézzük! Rakjunk le mindent is. Azok a dolgok ott, azok a halikrák, azok megehetők, de remélem nem veszitek zokon, ha most nem eszem meg őket. Szeretem a halat, ne értsetek félre, de az ikrákkal valahogy nem vagyok kibékülve. És két runánk is van. Ez egyébként a... ahol már egyszer jártunk, ugye? A pincének az alja. Visszacsukjuk minden, nagy feljöjjön valami dög. Hoppá! Ott egy könnyező. És ott van még egy. Ezek a kuporodott emberkék, ezek. Alszik. Jó kutya. Tudom, hogy nincs már rájuk, hoz nekik remény, de nem ölöm meg őket. Jó, na. Oh jeez, de sötét lett. Két rúna, és egy kis pénz. Na, nézzük csak meg ezeket a dolgokat, hogy hogy is állunk. Erőkben. Egy rúna kell még a kimaxolt időlassításhoz, illetve az idő megállításhoz, aminek nagyon fog kelleni. Jelenleg. Ó. Azt szembe ragadtunk. Elindult a conversation is közben. Ide lent voltam, még nagy va... Jó. Hello.
Na. Kicsit körbe kémelünk. Zöld pöttyök után kutatva. Hopp, ott van is egy izé. Cumó. Te bent. Egyéb, ott egy bánaolaj. Cool, most már nem fogok ennyire OCD-sen nyomulni, ne aggódjatok, nem fog felszedni minden izét, pénzt, meg ilyesmit. Láthatok már az utolsó küldetésben is egy kicsit elhanyagoltam a dolgot, de mivel nem lesz rá szükség, és csak a játékidőt húzza, ezért inkább a lényegre fogok koncentrálni. Amire szükségem van, arra már úgyis megvan, de persze szeretem kimaxolni a cuccokat, mint minden egyes játékban, ha tudjátok. Már láttátok egy-két végigjátszásomat, de nem is egy-két videómat. Hát akkor trécseljünk egy kicsit. Havelockkal. Horrible. I trust you remember Martin, an overseer before, and ő volt a csók, akit kimentettünk a kalodából, tudjátok, az előző küldetés legelején. Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journal. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. Ahhoz képest, hogy mennyire meseszerű a grafika, elég szépen ki vannak dolgozva az arcok. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. Pendleton testvérei. Nagyon jó. They're controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her. Hát mint mondtam, a következő küldetés Emilynek a visszaszállítását foglalja majd magába. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Na, akkor még dumálunk egyet Pendletonnal. A kis házi nemesünkkel. Oh, egy karcár. Elvileg. Ja, itt még kell lenni egy tíviai ércnek. Viszont más nem látok. Pendleton? Nem. Pendleton? Jó. Corvo, a moment if I... Corvo, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard. Cruel, beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent. And as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted and quarantined for having the plague actually has the plague. Remek! I warned my brothers in every way. Mondtam, mennyire szeretem a politikusokat. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the city watch. So it'll be dangerous. Now go. Ugyan kérem. Please do it before I change my mind. Városi őrség. Okés. Hát akkor haladjunk. Esetleg valami... Mit elfelejtettem? Nem? Semmi? Lesz. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Hát akkor menjünk. Golden Cat. Hát igazán remek helyen rejteni egy kislányt. Egy bordélyházba. I'll get you as close as I can to the Golden Cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory.
He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you're bringing back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Yep. No, majd. Tehát a célunk a Golden Cat elérése, amely bordélyház. Mint láthatjátok, nem sok minden változott. Ha, igen, itt is írja, most pont most akartam mondani, hogy cselekedeteink hatása vannak a városra. Ugye ez az a kép, amikor próbálunk csendesen és gyilkolás nélkül elintézni dolgokat. Ez pedig az a kép, amikor nem kimérünk senkit és semmit. Ó, oh. Na persze azért így is van egy-két könnyező, akiket most éppen kilövöld ez a dög. Azt nézzétek, három talizmánunk is van, és el kell látogatnunk a Dunwelly Whisky főzdébe, oda, ahova az előbb belopakodtunk és megfertőztük a dolgokat, ugye. A hamis elixírt patkány belsőséggel. Ja. Hova tegyelek, barátocskám? Itt tökéletesen jó helyen leszel. Nice. Hát akkor először ellátogatunk a Dunwelly Whisky főzdébe. Megbeszéljük a dolgokat, Slag Joe-val, magány csávóval. Na persze, ezt a tornyot azért hatástalanítjuk még előbb. Nem több kárt okozzon, mint hasznot. Egyébként rettentő egyszerű ezeket a tornyokat kiiktatni, csak ne legyünk benne a fénynek a hatató körébe. Hupi! Oda bent. Na? Melyikötök fordul előbb? Haver, menj már vissza. Ott is egy. Mi a fenén csinál ez? Most át lehet bagózni? Na jó. Igen, ez egy nagy hátránya a lopakodós játékoknak, ha én játszom velük, hogy nagyon-nagyon csöndben vagyok. Koncentrálok és próbálom kitalálni a következő lépést. Hű. Mint látjátok, itt is megvált. Ez a Galvaninak az irodája, ahonnan kiloptuk a patkány belsőségeket. Ez is megváltozott egy kicsit, úgyhogy lehet, hogy érdemes bekukkantani. Hello. Hát, ha találunk oda bent valami hasznos dolgot. A barátunkat pedig lefektetjük ide színhelni. Hopp, nehogy legurulj nekem. Nem. Hát akkor bemegyünk egy szinten lejjebb.
Juhu. A legszerencsésebb helyen jöttem be, de látjátok, van egy róla. Hogy meg lehet szerezni, úgyhogy már is érdemes volt bejönni. És néhány pénz is visszatermelődött ide. Azt azért az egy rónáért már mindenféleképpen megérte bejönni. Hol jössz? Hello? Elég szíris úr, hoppá! Kereljük szépen őket! Crowley utolsó üzenete. És megvan, srácok, végre! Yeah! Tud kell rá időhajlítás. Nagyon. Viszont ennyi felből a mai epizódban sajnos. A végét már nagyon-nagyon elcsendesedtem és ellopakodtam, de mindenféleképpen be akartam ide jönni. Elárulom, mert tudtam, hogy van itt egy rúna, viszont azt nem tudtam, hogy már most föl lehet szedni ezt a utolsó üzenetet, amiért majd elvileg vissza kéne ide jönnünk. De így már nem kell majd visszajönnünk érte. Hanem egyszerűen csak le tudjuk majd adni ezt a dolgot ott, ahol kell. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem a következő részben is így tesztek majd. Addig is kitartást kívánhatok, srácok, és nézzétek, csak ott is nyitva van a tartó most már. Sziasztok!